Köszöntöm a kedves nézőket! Ebben a beszélgetés műsorra megszokhatták, amikor sport a téma, hogy olyan edzőket, sportvezetőket hívunk be, akik tulajdonképpen nem egy bizonyos időszakban konkrét eredményeket értek el, hanem a személyiségükkel, munkájukkal valahogy hatással vannak a sportágra. Éppen arra mondjuk, hogy, hogy megmentik, nem tűnik el az a sportág. Vagy éppen fölhoznak egy olyan generációt, amelyet majdnem a felnőttekig már el tudnak vinni, és tulajdonképpen objektív körülmények Függ, hogy lesz-e felnőtt szintű cselgánysport, ökölvívó sport, folytathatnám a sportágat. Tehát az már nem rajtuk múlik, hanem a versenyzőn, a körülményeken. A cselgáncsról lesz szó, vendégem Szepesi József, aki a 70-es évek egyik meghatározó szexárdi versenyzője van, a válogatottság közelében volt, magyar bajnokságokon dobogós helyezést ért el, és a szexárdi dózsa színeiben versenyzett. Eltelt néhány idő visszavonulás után, amikor nem láttuk a sportág közelében, de hát valahol egyszer csak-csak felízott benne az a szunyadó Parás, hogy szakemberként, edzőként is kell, hogy köze legyen a sportákhoz, kell, hogy időt találjon arra, hogy végülis hobbiát nem hobbi szinten, hanem igazi sportszakemberként üzze. Nos, a Cselgány sport ezzel forduló után az egyik meghatározó az eredményességbe. Szexárdon egy generáció épült fel, uralta a csapat a serdülő és az ifjúsági korosztályt, és és most nagy kérdés, hogy majd a juniorban, felnőttbe is átviszik ezek a versenyzők. Szóval a Szepesi József egyszer csak jön, és edzőként szerepet vállal, ez a 90-es évek közepe. Mi volt az az AH élmény, Józsi, hogy jönnöd kell, tényleg úgy, hogy, hogy nem lenne teljes az életed edzőség nélkül, vagy volt más oka is annak, hogy igenis markánsan szerepet kívántál vállalni, tekintettel arra, hogy edzők jöttek-mentek, és a 90-es évek közepén a szexzádidóza megszűnése után válságba került a sportág, mint versenysport. Aztán lehet, hogy sportként ma is létezne, ha nem jöttél volna. Mik voltak a motivációk? Szerbusz, köszöntöm a nézőket. Hát ez valóban így lehetett volna, hogy, ahogy a legutolsó mondataidban mondtad. Én 86-ban Pakson edzősködtem, még annak idején a Tuncsik Józsi, aki megalapozta a Paksi Júdót, hívott oda, miután a Honvédben mi egymás súlycsoportjában vetétársak voltunk. Róla azért annyit tudni kell, hogy az első Európa bajnokunk és első olimpiai érmesünk tehát nem akárki hívott oda edzőnek. 86-ban egyéb okok miatt abba hagytam az edzősködést, messze volt, voltak még más kifogásaim is. És, Erős volt a szexuális kötődés. akkor még de. igen, hát nyilvánvaló a család, megszülettek a gyermekeim, velük is kellett volna foglalkozni, úgyhogy abbahagytam hagytam az edzősködést. Isten igazából nem is gondoltam, hogy én valamikor újba fogom kezdeni. Belevágtam egy vállalkozásba, majd 95-96 táján kisebbik fiam Dávid minden áron judózni akart menni. Megtalálta otthon az érmeinket, feleségem is versenytornász volt, úgyhogy volt egy pár érmünk, meg van is. És tehát, hogy neki kell ilyen érem, hát mondtam, kisfiam, akkor majd lemész a teremben edzesz és megharcolsz magadnak érmeket. Tudni kell, hogy abban az időszakban csak vegetált valójában a judó, jöttek-mentek az edzők, voltak önkéntesek, akik bevállalták, régi versenyzők. Tehát úgy, ahogy volt a judó létezett, és abban az időben a rendőr judó klub vezető edzője, miután megtudta, hogy a Dávid kicsoda, illetve én ki vagyok, mint apuka, lehívott és hosszú-hosszú rábeszélés után adott egy csoportot, amivel elkezdtem a munkát. Akkor még mindig nem gondoltam arra, hogy itt valami komoly munka fog folyni, viszont ebbe a csoportba tartozott a fiam is, és jöttek az eredmények. Serdülő, bajnoki érem, meghívás a válogatottba, Nász András, Tibai Tamás. Lényeg az, hogy nagyon beindult a szekér, és... Már a Honvédnál éreztél olyat, hogy mert nem minden versenyzőből, jó versenyzőből, majd beszélünk az egy picit a versenyzői pályafutásodról, lesz jó edző, mert kell ehhez türelem, pedagógiai érzék, empátia. Tehát a Honvédnál muszorgott benned valami, hogy ha ezt csinálom, akkor minimum olyan szinten csinálom, amire én eljutottam, tehát hogy egy országos bajnoki címig, vagy egy dobogós helyezésig, tehát kérdés kimel mivel, mert van, akiben csak annyi van, hogy egy diákolimpián harmadik legyen, és ha az meg meghozta, kihozta magából a maximumot, akkor te maximálisan elégedett vagy, mint edző. Honvédnál már mozorgott valami, hogy, hogy eredmény és nem limonádé? Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert nekem olyan edzőm volt, akit még mai napig a legjobbnak tartok Magyarországon. Galambos Márton, az egy ikonikus figura a judóban. Ő tanított meg minden olyanra, hogy a sporton kívül, tehát a versenysporton kívül még azért van más is, tehát kommunikálni kell kicsikkel, nagyokkal, felnőttekkel, gyerekekkel, és 77-ben elvégeztem az ő unszolására, elvégeztem a testnevelési főiskola, akkor még főiskolának az edzői szakát, és már ott a Honvédbe kaptam egy kisebb csoportot, ami nem mondhatni, hogy edzői vállalás volt, mert akkor napi két edzés válogatottság mellett nem tudtam ezt csinálni, de hát valamennyire belefogytam az edzői munkába, megszerettem, és ide Szexárdal már 78 végén úgy kerültem le, hogy mint edzőversenyző, tehát itt egy konkrét feladattal is megbíztak a versenyzésen kívül, úgy gondolom, hogy azért azon kívül, hogy szakmailag kell bizonyos tudás, sőt nagy tudás kell, az, az emberekhez is nagyban kell érteni. Tehát mai napig ugye én 8 évestől 20-25-30 éves korig majdnem minden versenzővel minden korosztályjal találkozom. Tehát az egyik edzésen mondjuk fél hatig gyerekekkel alfába kell lemenni, és a következő edzésen pedig már a junior korosztálynak a versenyzővel van. Tehát Biztos, hogy valami van bennem olyan, ami talán azt lehet mondani, hogy az edzői pályára termesztett termet. Hát a szülőket is kéne megkérdezni, hiszen a tartsaiba számtalan hogy én is belecsöppentem becsöpp, néhány edzésbe, és hát tudom azt, hogy hát a második edzés után a megnyered a szülőt, mert tudja, hogy jó helyen van, nagyon jó hangulat van, humorérzéked megvan, és, és mindegyik gyerek tudod őket kezelni, hogy ne menjen el a kedve, tehát erre is odafigyelsz, hogy, hogy szerezze meg a gyerek a saját élményét, lehet, hogy csak diákolimpián csapattag lesz, de ugyanakkor akar jönni, és gondolom, hogy ez is egy siker, hogy vannak ilyenek, akik 30 évesen is visszajárnak, holott nem voltak magyar bajnokok. A legnagyobb sikere, egyik legnagyobb sikernek azt tartom, hogy mostanában ugye beérett a régi korosztály olyan tekintetben, hogy már a csemetéjük... 8-10 évesek, és most rendre hozzák a gyerekeket. Olyan is elhangzik még a csemete előtt, hogy hidd is -e, kisfiam, itt jó helyed lesz, itt nem tanulsz rosszat. Ebbe biztos vagyok, hogy ez így is van. Tehát ezek a legnagyobb elismerések nekem, hogy az apuka, anyuka lehozza a kisfiát, mert hát, példákat is mondani, Hát van bőven példa, de most ha elkezdeném, akkor vége lenne a műsoridőnek. Már olyan is van, aki igen-igen eredményesen szerepel. Akkor egyet, hagyj említsek a hunyari testvérek. Még annak idején az apuka is járt hozzá edzésre, és most a jelenkor két legeredményesebb versenyzői közé, illetve versenyzői közé tartoznak a gyermekeik a 95-től 2000-ig már fölbukkan egy-egy versenyző, de végülis egy más minőségbe kerül az ezredforduló után a gemen judo ese. Akkor már annyira a versenysport szempontból épített föl ezt, hogy igazándiból egy-két eredmény, amivel tulajdonképpen el tudja magát adni az ember az önkormányzatnál bárhol, hogy, hogy igenis jól dolgozik, de te csapatot akartál építeni, olyat, amely a Honvédot az utét is tulajdonképpen le tudja győzni, és nem egy, egy versenyző, nem egy kirakat ember, hanem a szexádi judóról szól a történet. Ez 2005 és 2008 között kezdett el kialakulni, és úgy gondolom, hogy, hogy 2010 körül ez beérett. Igen, tehát vallom azt, hogy a sportág, illetve az Egyesületnek az erejét a csapatnak az ereje határozza meg. Mindig is voltak, meg bízom benne, hogy lesznek is kiváló cselgáncsozóink, viszont egy korosztályos csapatbajnokságot megnyerni, az mindenek feletti örömöt ad nekem. Hála Isten meg is adatott jó párszor ez a dolog annak idején, amikor ugye elkezdtük ezt a munkát, 2001-ben alakult a Gemes Judo Klub, pont azért alakult, mert a másik egyesületnek a vezetőedzője nem kívánta a versenysportá fejleszteni a, a júdót. Én úgy gondoltam, miután voltak sikeres tanítványaim, hogy meg kell próbálni, sőt kötelességem is kimondottan a verseny összpontosítani. De itt viszont falakba ütköztél, hiszen nem biztos, hogy a szülő akarta, hogyha a gyerek tanulmány eredmény romlik, hogy öt edzésre járna. Nem biztos, hogy a reggeli De ez szerencsét is volt. Olyan alanyokat találtál többségben értelmiségi szülők szülő gyerekeiként, akinek fontos volt a gimnáziumban, középiskolában a helytállás, akik azt mondták, hogy igen, menjen a gyerek, és itt van ez az a, a Ácsbalás generáció. E is is mondanám. Nem biztos, igaz, amit mondok, csak De hogy... nagy, azért mondtam az is, is mert van ilyen is, meg van olyan is a szülői hozzáálláshoz. Az és elején sokszor a... szülők tettek úgy idézel elbe hogy, hogy nem akarta az ötödik edzést, mert, 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 mert hiába mondtad neki, hogy tehetséges és, és magyar bajnok lehet, és sportélményei lesznek, és az más kérdés, hogy majd junior és felnőtt korban mi lesz, de itt, itt meg kellett alkudnod, sőt, több versenyző abba vagy ö, kevesebb edzésszámmal maradt, de mindig volt meríteni, mindig jöttek, mindig tele volt a tarcsai. Mindig a kezdők 30-40-en hemzsegtek ott. Igen, volt ilyen is, és most hogy előbb említetted, hogy többen hagy, abba hagyták. Talán az eddigi pályafutásom során, tehát ebbe a judót értem 15 év alatt, ugye ebben az évben 15 éves a judó, Klub. Talán a két legtehetségesebb versenyzőnk hagyta ez miatt abba, mert ugye a versenyeredmények megkövetelték volna a sokkal nagyobb edzés, sokkal több edzés számot, ők meg valami oknál fogva nem vállalták benne úgy gondolom szül szülői támogatással nem vállalták, és milyen érdekes dolog közülük az egyik most aktívan jár, majdnem annyit jár edzésre a 30, közel 30 éves fejvel, mint amennyit abban az időben versenysportra kellett volna, hogy, hogy áldozzon. De ezt meg lehet tanulni nem csak nekem a szülőknek, versenyzőknek, ezt tudni kell, hogyha nem járok edzésre, illetve csak ilyen amatőr szinten két-három, két három edzés, ebből nem sok minden fog kisülni. Ezek a versenyzők régen ugye félre voltak téve részemről, utólag mondom, hogy nem kellett volna, viszont most meg tudjuk már oldani, hál' Isten három edzővel dolgozunk, hogy azok a versenyzők, illetve sportolók, akik nem igazán kívánnak élsportolóként ténykedni, azoknak is megvan a heti kettő-három, edzésük, ők beintegrálódnak abba a csoportba, jól érzik magukat, járnak. Úgyhogy nincs, most már nagyon bízom benne, hogy konfliktus helyzet nem lesz. Ami volt, az már megoldódott. Hát nehéz volt túltenni magam rajta, hogy vannak olyan emberek, tehetséges emberek, akik az miatt nem lehettek azok, akik lehetnének. Itt érezted, hogy más a sport, mint ami nálatok volt, hiszen te tulajdonképpen Túlzás, hogy az egyik kezedet, vagy ujjadat leengedted vala vágatni, hogyha megvered a tuncsikot, és kijutsz egy elbére, vagy egy olimpiára, vagy bárhova. Tehát ti ilyenkor ennyire megszállott. A mai gyerek már ennyire nem, és ezt neked is tudomásol. Nekünk kérdeni. abban az időben nem volt ö, szinte kiugrási lehetőség, ugye vagy a tanulás, vagy a sport azért abban az időben ugye nem voltak számítógépek, nem voltak ilyen utak, olyan utak. Én annak idején sose felejtem el, amikor a válogatottság közelébe kerültem, a legnagyobb elismerésem az Egyesületemtől az volt, hogy kaptam egy használt pólót, amit aztán édesanyám úgy vágott le rólam, szinte mehetekig abba jártam, olyan büszke voltam rá. Ma már laptopot kapnak névnapra, elmennek Amerikába, tehát. Nagyon nehéz megfogni, és nagyon nehéz az élsportra e nevelni gyerekeket, de úgy gondolom a tanulásban is ugyanez a probléma minden más olyan téren, ami elvonja a gyerekeknek a figyelmét. A, Jött ez szép, szép számmal a korosztályok, <kül> hát eléggé zsúfoltá vált a tartsai, de sok jó ember jó szakmai közegbe elfér. Azért fontos az, hogy a FIAD a nyomdokaidba lépett, akit azért azért sajnálok, hogy egy sérülés miatt nem mutathatta meg azt, hogy esetleg még a te eredményed és überelve a magyar válogatottba is szerepet kap, hiszen közelébe volt, egy sérülés miatt abbajta, de szerencsétlenségbe szerencse, hogy melletted ott az az edző, akivel nagyon együtt tud apa és fia dolgozni, és ott van még Patyi Károly, aki szinte kortalan, aki szintén ugyanazokat a nézeteket, elveket vallja a gyerekekről, a munkáról, mint itt. Igen, 2000-ben, amikor megalakult a klub, akkor Karcsival leültünk beszélni, hogy milyen elképzelésünk van, és hát sok mindenben, sőt, mindenben megegyeztünk, és mindenben hasonló nézeteket vallottunk, tehát a mai napig így megy a dolog. Örülök neki, hogy 15 évet együtt tudtunk, vagy tudunk dolgozni, reméljük még egy jó pár évig fog sikerülni. Dávidra visszatérve ezt hál' nem csak én tudom, hogy Magyarország egyik legfelkészültebb judósa, akár edzőként is, akár technikai tudásban, ezt tudja a judó szövetség vezetése is, és miután kiemelt sportág lett a judó, ezért olyan lehetőséget biztosított, hogy most végre a Gemens Judo Klub edzői közül van, aki fizetes státuszban van, és ezt köszönjük a judó szövetségnek, ő támogatja a Dávidnak a pályafutását. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok siker áll még előtte. Talán ez a balos sikerült sérülés és egyéb okok miatt nem tudta azt nyújtani, amit én biztos vagyok benne, hogy meg tudott volna csinálni. Edzői pályafutását majd reméljük siker fogja koronázni. Ő is nagyon nagy <coughs> elszántsággal, beleilléssel dolgozik hát észre lehet venni, hogy válogatott versenyző, aki az ifjúsági olimpián is ott volt, és remélhetőleg junior és felnőtt korban is tartogat sikereket. Hát Sárez Marci úgy kötődik hozzá, hogy hogy szinte barátok, de hát abban az értelemben, hogy ha kell, akkor a korbácsot is a kezébe veszés és dolgoztatja, hogy juniorként és felnőttként is megvan. Ez nagyon nehéz kérdés. A gyerekek elmennek egyetemre, főiskola ide-oda, -oda juniorba, felnőttbe, és ez a szíved vágya korábban nyilatkoztat, hogy ott is legyen szexárdi, gemenzsúdos, országos bajnoki helyzet, legalább. Hát igen, ez egy sarkalatos pont, ugye, mert a ilyenkor derül ki, hogy az a 6-8-10 éves munka az mit ér. Amire nagyon büszkék vagyunk az, hogy majdnem minden versenyzőnk, aki junior korosztályban van, vagy már kiöregedett, főiskolára, egyetemre ment el, elvég van, aki már el is végezte, van, aki most fog menni, a Ács Balázs Mátics féle brigád az most fog elmenni, megvan már a, a jelölésük, melyik iskolába mennek, Miután Szexár nem egy élsport megtartó város. Tehát vagy Pécsen -e, vagy e, Igen, más tehát nem egy élsport megtartó város, én úgy gondolom, hogy nem tudunk mit csinálni, fájó szívvel, de nagy büszkeséggel engedjük el őket, és úgy, ahogy a többiek visszajöttek, nagy szeretettel várjuk. Úgy érzed, hogy az egyetem mellett is ezek olyan fickók, hogy ö, fölkészülnek majd egy OB-re, és hát megmutatják azt, hogy amit nálatok tanultak a Gemenc judónál, az ö, kevesebb edzésszámmal is, de nagy akarattal alkalmazható. Tehát ö, nem lesznek esélytelenek, hogyha juniorként, felnőttként amira lépnek. Na itt van egy kis tüske bennem, akkor most már, hogyha kihoztad el, kell, hogy mondjam. Tehát most vannak abban a korban, ugye, hogy ö, többet gondolnak a valóságról, mint ami, és hajlanak arra, sajnos, hogy az érettségire való felkészülésre hivatkozva, most valószínűsíthető, nem valószínű, így is van, egy kicsit elfelejtik a judót. De egy én nem felejtik. el. Nem, nem a judót magát felejtik, el az edzésre járást. Én ebben nem értek egyet. Én is érettségiztem. Számtalan ismert sportoló van, aki ugyanezen az úton ment. Időbeosztással mindent meg lehet csinálni, most egy kicsit az akarat hiányzik belőlük, pedig most vannak a másodéves junior korosztályban, tehát másodéves juniorok. Isten igazából most, most jön neki az a verseny eredményben, az a tudás, az a felkészülés, az a sok-sok edzés, ami bennük van, de hát most erre nem tudok mit csinálni, megerőszakolni senkit nem szeretnék. És sajnos itt itt van egy kicsi konfliktus a, a szülővel is, mert Hát erről már, hagyne, a erről már hagyj ne beszélj, én nem tudom megérteni, mert, mert olyan indokokra való ivatkozással egyeznek bele, amit a csemete mond, ami, ami szerintem nem... Marad az, hogy továbbra is új generációk jönnek, az újonc edzések is elég szép számmal zajlanak, tehát az edző azt mondja, hogy csináljuk meg még egyszer ezt az időszakot, ami ugye Ács Balázs, Sálesz Márton, Berlinger sorolj még neveket, Mátics. szóval készítettük. Hunyadi, Égi, Hunyali, Barna, Lovász Bálint. Tehát ez, ez, már elég neked, amit célval elkezdted az edzés, edzőmunkát, hogy, hogy csináltál egy olyan ifi csapatot, amelyik a jó, nagyobb feltételekkel dolgozó UTE és a Honvéd csapatát nem egyszer, nem kétszer le tudta győzni csapatbajnokságon, és az egyéni bajnoki címek tekintetében is álltátok a Mammut klubokkal a sarat. Ez még élek addig, egy ö, keserű pirula lesz nekem, hogy nem tudjuk befejezni azt, amit beszerettünk volna fejezni. Kezdjük előről a dolgot, ugye? De azért, ez a... hogy egy versenyződ az ifjúsági olimpiára kiút, és történetesen a Tolnatáj televíziótól mi megyünk utána Paksa, mert ott ez, már utazik Kínába, azért hát ezek is azért egy... Nem, ezek, egy... Ezek, ezek, egyáltalán nincsenek elfelejtve, gondolom ő részükről sincsenek, tehát az, ami igazán büszkeséggel tölt el, hogy két évvel ezelőtt a ifjúsági válogatott fiú csapattárnak 50%-át a Gemens Judo Klub adta, előtte jártuk az EB-ket ugyanezzel a garnitúrálat, tehát ezek olyan eredmények, ami én úgy gondolom, nagyon-nagyon nehéz lesz akár megközelíteni is, nem felül überelni. Tehát ezek nem fognak felejtésbe menni, és ezekre rettentes büszkék vagyunk. Isten igazából a keserűség ott van, hogy ez az előbb említett ifjúsági olimpiáról. Én úgy gondolom, a város se nagyon tud, nem beszélve arról, hogy akiknek tudni kéne, azok meg egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel a dologtól, dologgal. Tehát azért ez, ez egy olyan teljesítmény volt, ami mindenkinek, minden sportolónak a vágya, és szinte feledésbe ment, hogy volt egy ilyen sportolónk is. Aminek még örülhetsz, hiszen a szövetség közel hozta a sportág őshazáját Japánt, és több versenyző fog Magyarországon bemutatót tartani. Amikor te elkezdtél intenzíven edzősködni, akkor bejöttek a birkózó és lábtechnikák, tehát különböző sportág <hül> idegen elemek, amit akkor hagytak. Most ismét visszatérés van a szép hagyományos technikás gyúdora versenyzőként is ezt képviselted. Elég tételt érzel, hogy újfent visszajön az, és Szepesi József tanítványai ebből a szempontból a jövendőbeliek, hogyha komolyan veszik a munkát, akkor hát a lehető legkorszerűbb képzést kapják. Mert keressünk vissza egy öt évvel ezelőtti beszélgetésünket, amikor én ezt a, a birkózó, szovjet típusú lábtechnikák, egyebek térhódításakor kérdeztem, hogy a Júdó nem követi a trendit de nem követte, mert meggyőződésed az, hogy mi a judo, és itt van a Japán most nem, vagyok. nem követi, mert nekem meggyőződésem, hogy a sportág arról kell szólni, amiért létrejött. Tehát mindenféleképpen a hagyományok, japán hagyományokra fogunk épülni, technikai judo lesz. Némileg igazságot érzek, igazságot kaptam azáltal, hogy nem törtünk meg, és nem erre a Általam Jumbuinak nevezett technikákat hoztuk felszínre. Megmondom őszintén, én nem is tanítottam akkor se gyerekeknek, most sinc szándékomba tanítani. És reméljük, hogy azok a szülők, akik nézik ezt is a gyerek mozgásban, küzdősportokban ügyes, és ne a gemenc zsúdóval kapcsolatba kerül, az megkapja a lehető legkorszerűbbet, a legjobbat Szepesi József. -től. Gondolom, hogy újból egy ilyen generáció felépítésért dolgoztok mind a hárman. Alakulóban van. Most ez a Diák ABC korosztály már úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokra képes. A különösen büszke vagyok, tavaly már volt magyar bajnokunk is közöttük, magyar bajnoki érmes is, úgyhogy büszke vagyok az egész 15 évünkre, és büszke vagyok minden versenyzőre, aki valamit tett a Gemen Judo klubért. És továbbra is a szabadidődet teljesen ennek áldozod, mint gázszerelőként dolgozol vállalkozásban. vállalkozásba. Igen, néha elmegyek horgászni. Köszönjük szépen. Szepesi Józsefet, a Gemen Judo vezetőedzőit látták, hallották.